Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt az Élt egyszer egy olvasó podcast, Neszlár Sándor és Mészáros Márton irodalmi beszélgetős műsora. Én Mészáros Márton vagyok. Én pedig Neszlár Sándor. A mai epizódnak a témája pedig Jókai Mór, Nincsen ördög című regénye, és ezt Sanya javasolta, és ha szabad egy ilyen kis személyeset, hogy Sanyáról egy ilyen viszonylag korai emlékem, hogy elmesélte, hogy ő a teljes Jókait elolvasta, még az egyetem előtt. Hogy ez jól emlékszem erre, vagy ez már csak az én emlékeim szépítik meg ezt a dolgot? Jól emlékszel, azzal a kis kitétellel, hogy nem az összeset, van 3-4 regény, amit én szerintem nem olvastam. Aha. De ugye az stimmel, tehát gimnázium alatt lényegében elolvastam az összes, tehát elolvastam az életművet. Az egy kérdés, hogy emlékszem rá, de sokat olvastam. Szinte, hogy így alig van, amit nem olvastam. Aha, apukám volt így, meg a nagymamám, tehát nekik meg volt ez a teljes nagy Jókai kiadás, nem a nagy centenáriumi, hanem a, vagy mi volt annak a neve, tehát az a nagy az élet. A centenáriumi. Igen, hanem a egy ilyen újabb kiadásba, és a kék színű? Nem, bordó színű volt ezt valamikor így az 50-es években adhatták ki, szerintem. Aha. Ilyen bordós barna. Elég, tehát hogy amik így kellett kötelezőket olvasni, azt én abban olvastam, és ez a nincsen ördög, ez nincsen is meg nekem. Tehát, hogy ezt most ilyen rendhagyó módon e-book formájában olvastam, viszont hát ezt nem tudom, hogy szabad elmondani, de hogy ilyen torrent oldalakon is fönn van. Tehát én nem onnan töltöttem le, de ma hallottam, hogy ilyen távol ismerősök mesélték. Nem nekem, én meg azt másoknak. Hallottam, hogy igen, hogy van ilyen dolog. Én meg azt, de amúgy ez fönt van a Mac-en, a magyar elektronikus. Igen, csak onnan, ne, csak onnan nehéz, nem tudod könnyen áttenni, mert egy mobi formátumban jó ehhez hozzáférni, de 590 forintért meg lehet venni amúgy mobi formátumban is ezt a szöveget. Az első kérdésem akkor az lenne, hogy ebből a hatalmas életműből miért pont ezt a könyvet választottad? Jó kérdés, de én mielőtt erre válaszolnék, előtte egy kicsit azért vallanék Jókaival kapcsolatosan, no. mert most mondjam azt, hogy Jókai Mór általános iskolába jártam. Én osztályfőnököm. Innen a rajongás. De például a osztályfőnökünk, Aranka néni, osztályfőnöki órán felolvasta nekünk az Aranyembert. Tehát ott van egy ilyen nagyon erős Jókai élmény, ami a felolvasás után megvan. Hát az mennyi idő? Hát az évekig csak azt csinálta? Hát nem, így több alkalommal. Tehát, hogy így ez így megvan. Tehát, hogy az, hogy így szöveget hallgatni, és az Jókai, az nekem egy régi emlék. Plusz amikor Emődön nagymamáméknál nyaraltunk, ott is megvolt ott a centenáriumi kiadás. Aha. És akkor egyszer egy nyaralás alatt így ment a Névtelenvár. És a Névtelenvár miatt azt, hogy a Jókai az menő, akkor az nekem úgy egyből leesett, és akkor ott voltak a könyvek, és akkor azt ugye a kettőt összekapcsoltam. Aha. És hogy miért ezt választottam? Igazából azért, mert szerettem volna egy olyan Jókai regényről beszélni, ami egyáltalán nem közismert, viszont benne van minden, ami szerintem jó és érdekes Jókaiban, nem is hosszú, és most újraolvasva meglepően sok ilyen aktuális dolgot bele lehet látni, és így ami szerintem olvashatóvá teszi mind a mai napig is. Úgyhogy ezért ez a választás erre a könyvre. Igen, ez amúgy furcsa, hogy ezt mondod, hogy tulajdonképpen akkor egy ilyen filmadaptáció miatt, mármint túl a Jókai általános iskolás élményeiden, tehát hogy egy adaptáció miatt kezdtél ebbe bele. Nem, itt inkább szerintem az adaptáció inkább az, hogy így volt az, hogy na van egy jó érdekes sorozat, és akkor ez így összekapcsolódott nekem a Jókaival. De én nem azért kezdtem el Jókait olvasni, mert hogy ezt a sorozatot láttam, hanem hogy így inkább az lett, hogy a Jókai az így valami az ilyen izgalmas, és az nagyon tetszett. Illetve még
hogyha már itt szóba kerültek így a gyerekkor, meg nyaralás, akkor például ezt a regényt, ezt erre határozottan emlékszem, hogy egyszer így nagymamámnak elmesélem, hogy mi a történet. És ez nekem egy ilyen nagyon-nagyon jó élmény, hogy kint ülünk az udvaron, így a szőrőlugas alatt, és akkor vagy uborkát teszünk el, vagy valamilyen kézműves foglalkozást végzünk, és akkor én elmesélem neki ennek a regénynek a történetét. És hogy ez vagy egy nekem esetleg egy ilyen... rózsát nem esítetek, mondjuk. Az pont nem, de hogy így ez így megvan, tehát hogy ez a hangulat, és akkor a Jókai nekem ez így ez a komfort érzet, ez az otthon lenni. Uh-huh, és hogy majd szerintem erről fogok még beszélni, mert hogy ez és nyilván emiatt én elfogult is vagyok Jókaival kapcsolatosan. De nagyon kíváncsiak, hogy nálad mi a helyzet, hogy milyen volt ezt olvasni elsőre. Én nem voltam egy nagy Jókai olvasó sosem. Nyilván az ilyen kötelezőket olvastam, meg még egyet-kettőt nyilván, amit az egyetemen kellett. Én nekem a kedvencem amúgy a Léleki Domár című az nagyon regény, és ha emlékszel, a legelején még, amikor beszélgettünk róla, picit kampányoltam is mellette, hogy esetleg az arról beszélgessünk, de aztán hát te vagy itt kettőnk közül a Jókai rajongó, úgyhogy úgy volt elegáns, hogy az legyen, amit te olvastál, és hát itt nagyon jó volt olvasni amúgy, tehát hogy kifejezetten nagyon szórakoztató volt, abszolút lekötött, és a hát izgalmasnak is tartom, ahogy meg van csinálva az egész, szóval szerintem bőven lehet róla beszélgetni, és még azt figyeltem meg, de hát ezt most lehet, hogy ezzel nagyon előreugrom, és ezzel majd talán részletesebben is fogunk egy picit foglalkozni, hogy a nyelvébe is bele lehet jönni, mint egy 20 perc alatt. Tehát, hogy egy picit arra jutottam, hogy ez az érvelés a Jókaival szemben, hogy nehéz olvasni, meg nem tudom, hogy ebben nyilván sok igazság van, de másfelől meg, na, én egy gyakorlatlan Jókai olvasó nagyon hamar belejöttem, tehát hogy egyáltalán nem zavar a mondá, meg a tevé, meg ezek az idegen szavak, szóval, amit így mindig föl szoktak hozni, hogy ez ilyen teljesen tudod ignorálni, tehát hogy szerintem ilyen minimál nyelvérzékkel ez tök gyorsan bele lehet rázódni, és a sztori az meg hát lenyűgöző, még akkor is, hogyha nyilván valahol egy mai szöveghez képest azért csomó ilyen komikus elem van benne, és még azt se tartom kizártnak, hogy némi önirónia is van ezekben a megoldásokban. A nyelvre visszatérve, hogy ez, tehát hogy nekem a legtöbb ilyen Jókai olvasás az a gimnázium alatt, és tényleg én arra emlékszem, hogy rengetegszer az volt, hogy jó érzéssel belelapoztam leírásokba. Jó érzéssel ugrottam át szavakat, mert hogy ez pont olyan, mint amikor ilyen idegen nyelven olvasol, és így bizonyos szavakat nem értesz. Átugrod. Igen, nem kell ezzel, abszolút. Nem kell ezen leragadni. Plusz, amit én olvastam kiadásban, abban egy nagyon jó jegyzetanyag van, tehát ott van hátul egy szószedet, rengeteg a francia, a német, a latin kifejezések, meg egy-egy szavak is teljesen segítenek, tehát hogyha ez a nyitottságod megvan, de anélkül is lehet darálni, és lehet jól darálni. Teljesen így benne. Én nekem is ez volt most az olvasás tapasztalatom, hogy nyilván különösen ugye az egyik szereplőnek, ugye ez a Siegfried, ez így is van jellemezve, hogy egy ilyen keverék nyelven beszél, és ott vélhetőleg nem is az a cél, hogy meg lehessen minden egyes szót külön érteni, hanem teljesen jól lehet érteni amúgy, hogy mit beszél, tehát hogy ez egy picit ilyen túlzásnak érzem. Az ezen való rugózást, tehát hogy ettől nem teljesen jól olvasható. Szerintem is egyszer már fölmerült bennünk, hogy beszéljünk erről a kötelező kapcsán kirobbant dologról, mert ez csak meg kéne említeni. Igen, én is ezen gondolkodtam, hogy érdemes-e, vagy mennyire érdemes ezt szóba hozni, ugye itt a irodalmi viták a magyar irodalmi közéletben, azok jellemzően ilyen botrányokként jelennek meg, tehát hogy csak akkor tudja átütni a egy-egy irodalmi probléma
nyilvánosságnak az inger küszöbét, hogyha ott a nyilvánosság valamiféle botrányt sejt, és hát ugye a jókait sem kímélik ezek a botrányok. Ugye itt a legutóbbi hát ilyen ezzel kapcsolatos hisztéria az a Tóth Krisztinának ugye ezzel a nyilatkozatával tört ki, hogyha esetleg a hallgatók nem tudnák, hogy ugye egy lapnak a körkérdésére, amit mindenkitől meg szoktak kérdezni, Tóth Kriszti, hogy tudnélik, melyik szöveget venné ki a középiskolai kötelező olvasmányok közül. Ő a Jókai aranyembert választotta, vagy nevezte meg, Szabó Magda Bárány Boldizsár című szövege mellett. E körül nem volt akkora hiszti, pedig ez is egy, hát nem tudom, ízlés kérdése, vitatható kijelentés, és mégpedig, és gondolom, hogy a fő indok az volt a botrány körül, hogy a Jókainak a nőképe, az szerinte, vagy konkrétan az aranyembernek a nőképe, az szerinte nem a legszerencsésebb, hogy ezt középiskolába tanítsák. Ami, hát, vagy nem tudom, hogy te mondjad, hogy mit gondolsz erről az egészről, vagy konkrétan erről a kérdésről, és akkor persze ezzel aztán így nagyon sokan fölháborodtak, de nem gondolnám, hogy konkrétan a Jókai miatt háborodtak fel, hanem ugye itt ez a gender probléma, ami most itt rettentesen át lett politizálva, és nem lehet róla józanul beszélgetni. És akkor, hogy megfenyegették Tóth Krisztinát, meg inzultálták, meg hogy esetleg kutya... Konkrétan, nem esetleg, ez konkrétan, tehát konkrétan bántalmaz. Tehát ez bántalmazás kategória, még szerencsére nem is fizikai atrocitás, vagy tehát olyan, ami mondjuk tetlegességig fajult volna, de így van, ez, de így hogy ez tényleg ez a része abszolút felháborító, tehát hogy ez, ahogy egyáltalán méltatlan nem csak Jókaihoz, de Tóth Krisztinához is, aki tényleg azt kell mondanunk, hogy egyik legmeghatározóbb irodalmi alakja a mai irodalmi közéletnek, egy igazi nagy volt. Tehát, hogy azt kell mondani, hogy tehát ő az a típus, aki, vagy ő az a költő, aki hamarosan meg fogja kapni a Kossuth díjat is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az megkerülhet. Ahhoz nagyon sok mindennek kell történnie. Ja, nem, de ő tényleg az a kategória. De nem ő miatta kell ennek sok mindennek történnie, hogy megkapja a Kossuth díjat. Jó, hát ezt most így éreztem az iróniát. A másik rész az, hogy az engem abszolút módon elkeserít, hogy olyan dolgokról vitatkoznak egyes emberek, aminek teljesen, tehát hogy a valósághoz semmi köze. Tehát úgy beszélgettünk kötelező irodalomról, mint hogyha az így evidencia lenne, hogy ezeket a szövegeket elolvassák a diákok. Nem olvassák el a diákok. A nagy részüknek egy olyan élménye lesz mondjuk Jókai kapcsán, hogy hát ezt nem lehet elolvasni, ez egyenlő a szarral, és hogy ezt egyszerűen olyan élmény ég be az emberek fejébe, hogy egyszerűen nem lehet, és ez a sok klasszikus esetén úgy van, hogy ezek rossz szövegek. Mert hogy teljesen azt gondolom, hogy ma, hogyha például egy ilyen futball hasonlatot találják, hogyha ma valaki megnéze egy BL kieséses rangadót két top csapat között, és másnap az iskolában a tanár levetíti nekik a 6-3-ról szóló felvételt, és akkor elkezdenek ez alapján beszélni, hogy na, ez a futball, és akkor ezt hogy kell nézni, akkor a kettő az így nincs köszönő viszonyban se egymással. És ez nem jelenti azt, hogy ez kizárna egymást, ez a kettő egymás mellett van, viszont az is nagyon fontos, hogy ez is a jobbik eset, mert a legtöbb esetben a diákok nagy része egyáltalán nem olvas. És viszont a cél szerintem a kötelező irodalommal azt kellene, hogy legyen, meg úgy általában az irodalom oktatásra, hogy olvasni szerető és olvasni tudó embereket neveljünk, és ehhez minél több jó szöveget kell nekik mutatni. És például, hogyha már a klasszikusokhoz hozzányúlunk, akkor lehet, hogy szerencsésebb egy olyan szöveget, aminek mondjuk nincs filmváltozata, mondjuk olyat adni a diákoknak, vagy egy olyan szöveget, ami például ez a Nincsen ördög, ami abszolút olvasmányos, nagyon jól taníthatónak gondolom, és fordulatos, érdekes, és minden benne van, ami jó a Jókaiban, anélkül, hogy így olyan, mint hogy egy jó,
egy jó trélert megnéznél. Tehát, hogy nem kell az elolvasni az egész életművet, de hogy egy kicsit megismerd a lyukait. Tehát, hogy így a kötelező kapcsán én ezt gondolom, hogy tök jó, hogyha beszélgetünk ezekről a szövegekről, nyilván erről szól az irodalmi diskurzus lényegében, hogy szövegekről beszélgetünk, mindenki elmondja a véleményét, de más a szó legnemesebb értelemben vitatkozni, egyetérteni, vagy nem egyetérteni, de az, hogy ez bántalmazásba fordul át, tehát az tényleg elfogadhatatlan. És ezért méltatlan, mert mi pont együtt követtük végig a tanárunknak, Hansági Ágnesnek a, ez mi is volt? A Nagy doktori védés, és ott jókairól beszélgettek emberek, tudós emberek, és az ott kicsit más volt a hangnem, mint a Facebook oldalakon, tehát hogy ezt a hangnemet azért jó lenne egy kicsit világos, Sanya, ez egy hetz kampány volt, ez teljesen egyértelmű. Jó, ez egyértelmű. És abban is teljesen egyetértek, hogy ez a bántalmazásnak a fogalmi kereteit abszolút kimeríti. Függetlenül attól, hogy nem gondolom, hogy Tóth Krisztinának ebben konkrétan például igaza volt, tehát szerintem sok okból lehet mondjuk akár az aranyembert is kritizálni, meg a klasszikus magyar irodalomnak az oktatását, meg egyáltalán az oktatási rendszert. Speciál pont szerintem itt a Jókai nőképével olyan iszonyú nagy gond abban a szövegben sincsen, meg más szövegekben sincsen, tehát hogy egy picit azért úgy érzem, hogy itt két olyan közösség feszül egymásnak, akinek mind a kettőnek megvannak a saját ideológiai előítéletei, nem ugyanolyan felelőssége van a dologban kétségkívül nekik, egyik tehát hogy nem azt gondolom, hogy ugyanaz a két tábornak a felelőssége, sőt, de hogy ebben, szóval, hogy szerintem például ebben tényleg nem volt igaza, és ez nem jogosít fel senkit arra, hogy másokat zaklasson, hanem akkor lehet vitatkozni, például az imént említett Hansági Ágnes egy szerintem elég korrekt válaszcikket írt erre, és ott szerintem tök jól elmagyarázza ezt a dolgot. És még egy dolggal kiegészíteném, hogy azért a ezek a viták főleg azért gusztustalanok ezek a viták, mert nem arról van szó, hogy most ezt a Tóth Krisztina a magyar kötelező, magyar irodalom oktatás kánonjogi főbiztosaként tette volna ezt a kijelentést, hanem gyakorlóíróként tette, és Tóth Krisztinának semmi, de semmi befolyása nincs, ami elég elkeserítő arra, hogy a mai magyar irodalomoktatásban milyen szövegek szerepeljenek, és most az teljesen mindegy, hogy most ilyen vagy olyan szempontokból, de hogy azért ez tényleg nonsens, hogy azért erről is tegyünk említést, hogy a mai oktatási rendszer, most hát a mai ez a nemzeti tanterv, vagyis hát ez a kötelező, ezt lehet, hogy te pontosabban tudod, tehát hogy ez a NAT, a nemzeti alap. Ez NAT, ez ugyanaz maradt? Tehát hogy ez a NAT-ban a neve. Na most itt valami, ezt lehet. De ez az előíró rendszer, ami elmondja, hogy mit kell csináljál ott az órákon. Igen, tehát hogy ez itt vannak nagyon durva, hogy is mondjam, beavatkozások, de ez akkor zárójelet be is lehet zárni, és hogy igen. És olvassunk szövegeket. Még egyet azért említsünk meg, ugye az pedig a Nényei Pálnak volt egy nyilatkozata egy pár évvel ezelőtt, szintén Jókai tárgyában, és ő meg valami olyasmit mondott, hogy ő azért nem tanítja Jókait, mert rossz író, és akkor na hát itt ez már megint az a szint, amikor hát itt csak kapkodod a fejed, hogy hát hogyha volt most egy ilyen, valakinek egy ilyen felívelése az elmúlt években, vagy nem tudom, az éppen a Jókai életmű volt, éppen a Hansági Ágnesnek, meg a kollégáinak, Herman Zoltánnak, meg hát sokaknak a munkája révén, rendszeres konferenciák vannak Jókairól, és éppenséggel nem az derült ki, hogy ő egy rossz szerző volna, hanem éppenséggel az, hogy ez mennyire izgalmas, milyen sokrétűen lehetne ezt tanítani, hogyha normálisan akarnák, vagy hogy ezer olyan módszer van, ahogy ezt tényleg érdekessé lehetne tenni, és azt megnézem, hogy semmilyen irodalom nem teheti meg, hogy az egyik legnagyobb sztár szerzőjéről hát elfeledkezzék.
Pontosan, ráadásul a Jókai, mivel olyan hatalmas az életmű, ezért mindenre lehet példát hozni. Lehet példát hozni nagyon jó szövegekre, és nagyon rosszakra is. Igen, igen, nyilván. Tehát, hogy ebből a szempontból több száz műről beszélünk. Tehát, hogy azért ezt nem olyan könnyű berakni, hogy akkor van egy regény, és akkor arról kell beszélni. Én alapvetően én azt gondolom, hogy tehát nagyon fontos, és ezt sokszor el is felejtjük, akár mi magunk olvasók is, hogy aki, hogy van egy író, hát nyilván lehetnek jó vagy rosszabb szövege is, de hogy így általánosságban kijelenteni, bárkiről is, hogy jó, nyilván lehet, de hogy így mondjuk egy Jókai esetében én inkább azért finomítanék, és azt mondanám, hogy igen, vannak szövegei, ami nem biztos, hogy jók, de közben meg szerintem irodalmat népszerűsíteni, még tök jó dolog tud lenni. És mondjuk most nem menjünk bele, hogy te, mint mondjuk, mint, hogy hogy tanítanék egy szöveget, mondjuk. Úgyhogy ha például ezt a Nincsen ördögöt kéne tanítanom, akkor egyáltalán én tehát nem is olvastatnám el az egészet, csak bizonyos részeit. És akkor abban bíznék, hogy hát, ha ez fölkelti az érdeklődést. Na, ezek már tényleg ilyen... módszertani kérdések. Amúgy azt azért meg ne felejtsük, hogy történetileg a Jókai az úgy került bele a középiskolai kánonba, hogy az egy beavató olvasmány, tehát hogy az olvasás megszerettetését szolgáló szöveg volt. Tehát, hogy ugye a Jókai az a saját korának, de valószínű, hogy a teljes magyar irodalomnak is az egyik legnépszerűbb szerzője volt, a saját korának biztosan, és nem csak Magyarországon, hanem mindenféle nyelvekre fordították, és tehát ténylegesen egy ilyen megkérdőjelezhetetlen sztáríró volt, tehát az egyik első bestseller írónk, aki most a szó legpozitívabb értelmében, tehát hogy simán nincsen nevével el tudott adni szövegeket, tehát hogy ezzel valamit muszáj kezdeni az irodalomtörténetnek is, és még egyszer mondom, hogy rengeteg, az elmúlt évtizedben rengeteg olyan kutatás látott napvilágot, és akkor még egyszer említsük meg Hansági Ágnesnek a nevét, aki amúgy a közös mesterünk volt az egyetemen, hogy ami számtalan baromi érdekes szempontot kínál ahhoz, hogy lehetne ehhez közel férkőzni, ehhez az életműhöz. Na, jó, akkor azzal szoktuk kezdeni, hogy valamelyikünk valamennyire összefoglalja a történetet, ez most rád vár, ez a feladat, és mint hallom, akkor ezt nem is először teszel ilyet, hanem már a nagymamádnak is elmesélted, úgyhogy ezt idéz föl nekünk, légy szíves, hogy miről is szól ez a szöveg, vagy hogy van. Általában úgy szoktuk kezdeni ugye a műsorokat, hogy azért feltételezzük, hogy olvasták a Igen. hallgatók, most azért nagyobb valószínűséggel gondolom azt, hogy nem. Úgyhogy egy kicsit, most picit bizonytalan is vagyok, hogy most tegyek úgy, hogy ezt olvasták, és akkor spoilerezzek, vagy nem, úgyhogy most így megpróbálom azért elmondani. Hát ne spoilerezz akkor inkább, egy kis, jó? Kis titkot is hagyjunk benne, és akkor... Ne is kicsit, hanem sokat. De ez nagyon nehéz. Sok-sok-sok fordulatból áll a történet, igen. Jó, de akkor röviden akkor úgy lehetne összefoglalni, hogy az elbeszélő, aki maga az író, az éppen Párizsba utazik vonattal, és ezen a vonaton utazik egy amerikai mágnásnak, egy Silver King nevű, Ezüst Király nevű mágnásnak, vagy nábobnak a fia, akit nagyon hamar kapcsolatba is kerül azzal a társasággal, mert hatalmas nagy kísérő társasága van, és kiderül, hogy ezt a fiút ilyen néma ez a gyerek, ezért olyan intézetbe akarják elvinni, ahol megtanítják majd beszélni. És Jókai, amíg elkezd beszélni, és hát a szerg, bocsánat, az elbeszélőt beszélget a kísérővel, az a kísérő az egy amerikai ilyen társalgónő, aki megemlíti, hogy hát ő nem nagyon szereti ezeket a vasútutazásokat, mert azért elég sok baleset szokott történni, és akkor ezek után meg is kapjuk a statisztika adatot, hogy milyen sűrűn, és akkor utána egy vonatszerencsétlenség, nem is vonatszerencsétlenség, hanem sziklaomlás miatt a vonatot azt így egy ilyen lezuduló kőlavina az így elsodorja, de hát szerencsére
Jókai, és szerencsére a szerző, és, az elbeszélő, és igen. Az elbeszélő, bocsánat, köszönöm a kiegészítést, az elbeszélő az megmenekül, és megmenekíti ezt a, ennek a návobnak a fiát is, és mivel a kísérő személyzete nem éri túl ennek a, ennek a kisfiúnak, és nagyon sokan ott meg is halnak ebbe a vasúti szerencsétlenségbe, ő vállalja, hogy elviszi Párizsba. Vannak furcsa jelek ezzel a gyerekkel kapcsolatosan, mert elvileg ő nem is tudna beszélni, de aztán hirtelen megszólal, és az elbeszélő legnagyobb megdöbbenésére magyarul szólal meg, és hát ezt ő nagyon nem érti. Elviszi a gyereket Párizsba, ahol fogadják a szülők, és hát ő, mint becsületes megtaláló, le akar adni a podgyászt, és el akar slisszolni, mert hát nem nagyon akar ott smúzolni ezekkel a milliomosokkal, vagy akár lehet mondani multimilliomosokkal, mert még nehogy azt gondolják róla, hogy ő mindenféle pénzt vár ezért a kis szívességért, hát ő amúgy is Párizsba jött volna, és az a lényeg, hogy hát nem engedik el, és ez a fő Silver King a lakására elhívja, és azért ajánlja föl neki a szállását, mert azt mondja, hogy hát, hogyha kiderül, hogy ennek a gazdag embernek a gyereke egy vonatszerencsétlenség túlélője, akkor a sajtó az biztos letámadna, és egy nyugodt perce nem lenne, ezért felajánlja neki a párizsi szállását, és az elbeszélünk, ott eltölt egy estét, amely során megtudja azt, hogy ez a Silver King, ez az ezüst király, ez hogy lett az, aki. De most így, innentől kezdve, hogyha most azt mondjuk, hogy nem spoilerezzük, akkor innentől kezdve, akkor azt ajánljuk mindenkinek, hogy akkor nyissa fel a könyvet, és olvass el. Úgyhogy én szerintem csináljuk azt technikailag, hogy most, akit esetleg ez fölkeltette az érdeklődését, akkor... Állítsa le a podcastet. Olvassa és akkor, el. Olvassa el, és akkor utána folytassa, és akkor majd beírjuk a leírásba, hogy honnan tudja folytatni. Attól azért nem félek elszpoilerezni úgymond a dolgokat, mert ez az egész könyv nem szól másról, mint hogy folyamatosan, pontosan előre elmondják nekünk, hogy mi fog történni, igen. De közben meg így tényleg így falod az oldalakat, és már alig várod, hogy a következő részhez ússál hozzá, mert egyszerűen mindig meg fogsz lepődni. És ez egy kicsit olyan, mindjárt átadom a szót, ez egy kicsit olyan, mint amikor egy sorozatnak megnézed a spin-offját. Hogy így pontosan tudod, hogy ez a csávó, amikor elkezdi elmesélni az életét, akkor valószínűleg az lesz a vége, hogy nagyon gazdag lesz, mert hát, hogy a jelenből ismerjük meg a sztorit. Így van. De közben szorít a szért, hogy sikerüljön neki. És igen, ez egy példa. Megismerjük azt, hogy hogyan jön össze a feleségével. Közben ott van egy, mondjuk három lehetőség közül tud választani. Pontosan tudod, hogy ki lesz a felesége, mégis az volt. Nem, én nem tudtam. Én egyáltalán nem tudtam. Nem. Én nem tudtam. Nem tudtam, hogy ki. Mármint, hogy a három nő, három grófné közül, vagy gróf kisasszony közül, vagy a grófnő közül ki lesz. Nem tudtam. Én azon meglepődtem őszintén. Amit mondasz, ez a, hogy megnézed a sorozatnak a végét, tudod, mi jutott eszembe? Nem olyan nagyon jó hasonlát, de egy picit mégis. A Kalambó ilyen. Tehát, hogy a Kalambó az a bűnügyi sorozat, amikor pontosan látod a gyilkosságot, mindent látsz, és a maga a sorozat, az, vagy maga az epizód, az mindig arról szól, hogy a Kalambó hogy jön rá ezekre. És tulajdonképpen együtt nyomozol furcsa módon, az a dolog, hogy te tudod, hogy ki a gyilkos, az segít ahhoz, hogy mégiscsak együtt nyomozza a Kalambóval, mert amikor látod részletesen ezt a gyilkosságot, ez mondjuk egy jó 20 perc szokott lenni az első részben, akkor már gondolkozhatsz rajta, hogy na, hol hagyott nyomot, na, hol, de másrészt meg úgy is gondolkozhatsz, mint a gyilkos. Tehát, hogy próbálsz abba gondolkodni, hogy ne lehessen rájönni. És általában sosem jössz
rájössz rá, hogy a Columbo miből jön rá. Tehát, hogy neked igazából azt kell megfejtened a sorozatban, hogy a Columbo hogy miből jött rá. Na most itt meg az a furcsa, így van, hogy ezt tudjuk, hogy ő egy nagyon gazdag valaki lesz, de hogy nem tudod kitalálni, hogy ez hogy történhet. Tehát mégis tudod az alapszitút, ami egy nagyon furcsa alapszituáció. Ugye kiderül, hogy ez egy magyar származású... Mindenki magyar tulajdonképpen. Azt is tudod, hogy nagyon... Tehát az alapszituációban végülis minden információ a rendelkezésedre áll, csak hogy azt a sztorit hogy tudod megcsinálni, hogy ez valahogy logikusan oda vezessen, hogy ez megtörténhet. Ugye egy nagyon valószínűtlen esemény. Igen. Én pont ezt írtam fel magamnak, hogy... sportot űz abból, hogy elszpoilerezzen dolgokat. Tehát, hogy így az van, hogy mindent elmond előre. Tehát, ha utólag visszaolvasod, mindent elmond előre, minden jel föl van tüntetve, igen. Mint hogyha így arról lenne szó, hogy így direkt belekényszeríti magát egy olyan szituációba, ahol így gyakorlatilag már semmi lehetőséged nincs a józanész szerint, hogy ebből te egy izgalmas, fordulatos, váratlan dolgokat felsorakoztat, szöveget nem hoznál, és hogy ezt megcsinálja, és közben meg így olyan lendülettel viszed át, hogy így, én már sokat szóra olvastam, én pontosan tudtam minden részét, de most is megint úgy izgultam és szorítottam neki. Úgyhogy ebből látszik, hogy szóval, aki ezt így meg tudja csinálni, az ott nagyon rendben van ott az, hogy így ez a cselekményszövés. Ha csak nem az a cél valamiképpen, hogy te is részt vegyél ebben a dologban. Próbáld meg kitalálni, hogy a jó francba lehetett egy dumány nevű emberből Dumeni, Mr. Dumeni. Miért olyan furcsa az ő kapcsolata a gyerekével, a feleségének. Hogy ezt az egészet hogy szövöd össze, és hogy egy picit te is abba, olvasóként abba a szituációba vagy, mint az író, hogy végig kell, ilyen elméleteket gyárt az, hogy na mi lehet itt, a dolog. És igen, gyártja az elméleteket. Igen, csak hogy már mint olvasóként gyárt az elméleteket, és akkor tulajdonképpen az attól izgalmas, hogy na az lesz, amit te gondoltál, vagy hogy úgy történt, ahogy te gondoltad. Na most... Még ide egy gyors megjegyzés, hogy az elbeszélő az folyamatosan próbál rájönni a szöveg elején, hogy na hát honnan tudhat ez a gyerek magyarul? És akkor mondja azt, hogy hát biztos a dajkája, akkor jó, az nem jött össze. Elmegy ez a mágnáshoz, ott vannak, akkor keresi a magyar vonatkozásokat, semmi nincs. Tehát, hogy igen. Keresi a festményeket, az nincs. Akkor igen. Elkezdi mondani, hogy hogyan gazdagodott meg, akkor na hát mert azt gondolta, hogy akkor elvett valami amerikai nőt, valami túlsgazdag nőt. Aztán kiderül, hogy a felesége is magyar. Tehát, hogy így folyamatosan, és ez tök jó, erre nem is gondoltam, hogy az elbeszélő lehet, hogy itt olvasóként van jelen, és hogy így... Vagy az olvasó elbeszélőként, igen. És amúgy magának ennek a sztorinak az elbeszélésére is, vagy az elbeszélhetőségére is, valahogy állandóan reflektál a szöveg. Arra gondolok, hogy egyfolytában, vagy hát többször is nem egyfolytában, de hogy többször is változik az elbeszélőnek a személye. Tehát, hogy van egy ilyen, van ez az eredeti elbeszélőnk, akiről azt tudjuk meg, hogy egy magyar képviselő, és hogy valahogy az irodalomhoz is valami köze van, azt is... Hát konkrétan tudja, ő mondja, tehát hogy így igen. A Honhoz van, a Hon című laphoz, és a Hon igen. című lap az egyenlő Jókai, de tehát nem mondja világos, azt, hogy tehát ő nem mutatkozik be Jókaiként, hanem most nem tudom, hogy emlékszel, amikor a Sárbogárdi Olán volt, akkor hoztam egy ilyen egy kislánynak a naplóját. Igen. És ott olvastad a naplót több köteten keresztül, egyszer nem fogja leírni a saját nevét. Persze. Ebből a szempontból ez teljesen így meg. De nem, amúgy a sztoriban is többször reflektálnak rá, hogy tudják, hogy ezt meg fogja írni. Tehát, hogy tulajdonképpen ez az ő fizetsége. Mert hogy ugye, hogy kérdezi ez a mágnás, hogy mit kér azért cserébe, hogy megmentette a gyerekét, és ő ezt a sztorit kéri tulajdonképpen. Tehát amit itt olvasunk, az maga a fizetség, és akkor a végén reflektál is rá, hogy csodálkozhat rajta, hogy miért mesél el mindent ennyire részletesen, mikor tudja
a mágnás, hogy ezt meg fogja írni. Tehát, hogy végül is ez a sztori, ez a fizetség. Na, és csak azt akarom mondani, hogy ilyen, vannak ilyen teátrális jelenetek, amikor így átadja a szót. Tehát, hogy és plusz még a sztorin belül is vannak, nem tudom, hogy észrevetted, de ilyen kis mikro sztorik. Tehát, hogy amikor megváltozik az elbeszélő, az elbeszélésen belül. Tehát, hogy ezt én is fölírtam, igen. Igen. Azt hiszem, hogy háromszor is van ilyen, hogy azon belül valaki, tehát van a főelbeszélőnk, aki átadja a szót ennek a mágnásnak, és ő a sztoriában is egy csomószor átadja a szót másoknak. És hogy akkor végül is hogy ennek mi a funkció, hogy ezen gondolkodtam, de hát nyilván elsődlegesen ez egy ilyen regénytechnikai, vagy írástechnikai dolog, hogy olyan nézőpontot tudjon mutatni, amit az elbeszélő amúgy nem láthatna. Abszolút. Most keresem azt, hogy ez hol van, mindjárt meg is fogom találni, hogy hogyan adja át a szót az elbeszélőnk, az újabb elbeszélőnek, ennek a mágnásnak. De hogy ez nagyon érdekes, hogy amit beszéltünk is múltkor, hogy a hajnali háztetőkben a BB, mint író megjelenik, mint elbeszélő, hogy ez mennyivel másképpen van tematizálva, és akkor itt Jókainál mindjárt megmondom. Azt mondja, hogy... Ja, 51. oldal meg lesz, na, bocsánat. Na, azt mondja, hogy... Tehát az a lényeg, hogy akkor ugye ott vagyunk egy ilyen párizsi budoárban, ott vagyunk ennek a mágnásnak, a Domány Kornélnak a hálószobájában, ahol a szerzőnek, az elbeszélőnek elmeséli, hogy elkezdi elmesélni az életét, és akkor az van, hogy ezzel letelepettünk a teázó asztal mellé, Dumány úr néhány hasább illatos cédrusfát dobott a kandallóra, a tűz hangos pattogásán, és az állóra méla tiktak ketyegése kísérte az egész elbeszélést, és már most ettől a perctől kezdve nem én írom a regényt, hanem Dumány Kornél úr, és akkor innentől kezdve eper egyes szám első szemében elindul a szöveg, mindenekelőtt állítsuk helyre az alkotmányszerű jogfolytonosságot, mely szerint a magyar parlament tagjai egymást tegezik. Egy kupica mandarint szentesíti az ősi szokást összekoccintva. Szervusz, Kriszti Gott! Ennyi, és elindul a regény, és hogy tehát semmi elindul nem vált. A regény megint? Elindul megint a regény, és innentől kezdve mi azt mondjuk, hogy elfogadjuk, hogy oké, most adok, ez ő a regényíró, de ez nincsen olyan szinten, és értelemszerűen nincs úgy tematizálva, hogy ebből most ilyen nagy probléma van, átadom a szót, és ő mondja, és hát ez a Dumány Kornél is ugyanilyen fordulatosan és olyan ízesen ír és beszél, ahogy a Jókai, és hogy ez gördülékenyen, döccenő nélkül folyik tovább, és most már így, mint olvasó, te tudod, hogy akkor oké, most az ő szempontjából halljuk a sztorit. Igen, ez egy fókuszváltás valójában, tehát hogy onnantól azt látjuk, amit ő érzékelt, vagy az ő... De közben meg csomó szempontból meg megőrzi ezt az élőbeszéd szerűségét is, hogyha figyelted, mert ugye tehát rögtön ez a tegeződés, ez az egyik, a másik ott kezdi a történetet, amit az eredeti egyes számú elbeszélőnk ismer, ugye, mert hogy az a történet, hogy ő a bukott képviselő, vagy a halottaknak a képviselője. Egy halott képviselője, ami furcsa, mert igazából két halottnak. Na mindegy. Tehát, hogy és akkor innen kezdi az egész történetet. Tehát, hogy például a gyerekkoráról viszonylag keveset tudunk már. És ez is egy jó példa arra, hogy pontosan tudjuk előre, hogy hova fog elmenni az elbeszélés, de nem a csattanó, tehát a csattanóval kezdi, és érdekes módon nem a csattanó lesz a lényeg, hanem az, ahogy eljutunk odáig, és itt annyit fogunk megtudni, hogy ez a Dumány Kornél, ez képviselő választás során belekeveredett egy olyan választási csalásba, ahol arról volt szó, hogy egyenlő volt a szavazatállás, nem, egyen vesztésre álltak, és hát akkor a szavazó listáról gyorsan megpróbálták megtalálni, hogy ki lehetne az, aki még szavazhat, és akkor találnak is egy, nem is tudom, Tóth János, vagy valami ilyesmi nevű szemét, aztán kiderült, hogy hát, hogy az meghalt, de még nagy szerencséjükre van abban a faluban egy ugyanolyan nevű ember. Na hát, akkor azt gyorsan előkerítik, csak hát van egy kis probléma, hogy az, aki meghalt, annak az első két fog, az ki volt
ki volt esve, na, akkor ennek az embernek kihúzzák a fogát, és akkor lemegy szavazni. De aztán ez a, aki ezt a műveletet amúgy egy pelikán nevű eszközzel elkövette, azt azután ez elárulja a dumányt, és akkor innentől kezdve megbukik, de később majd ezzel... még van egy haldokló is, Sanya, aki... Ja, és akkor van a haldokló zsidó, akit odahoznak, akit meg úgy visznek oda az ágyán. Tehát, hogy így... Mert ez még ugye csak döntetlenre. Ja, ez még csak döntetlen. Aha. És akkor utána, igazad van. De hogy azért ez is közben nagyon jól mutatja a honi állapotok és a képviselő választásoknak a tisztaságát, és erre többször lesz példa. Igen. Azért ez nagyon, hogy is mondjam. Na, ez például... Mixálti amúgy. Picit. Hát igen. Igen. És hogy meghalott, tehát hogy az van, hogy meghalott a szavazás közben konkrétan a jó ember, és valamit mond németül, aztán talán Mein Liebe Gott, vagy valami félét. Nem, Du Mein Liebe. És Du Mein Liebe, igen. És akkor hogy lehet te esetleg érteni, hogy Dumány. Az a Dumány. Amúgy Dumány ezek a nyelvi játékok, az végig tele van az egész szöveg, majd ezekre térjünk ki egy külön blogban, így van, de hogy és akkor végül is földobják, és újra kell indulnia a választáson, és így ismerkedik meg ezzel a grófi családdal, akinek van egy férfi, aki ez a Siegfried, aki valahogy a ilyen barátjának adja ki magát, de érezzük, hogy ez nem egy korrekt fickó, és van három nő, akik ugye egy idősebb grófnő és két fiatalabb, és hát innen kezd el tulajdonképpen az egész sztori bonyolódni. És innentől indul be sokadszorra a történet. És így van, és ez a pontos. És még itt gyorsan tennék egy ilyen zárójeles részt, hogy a fejezeteket megnézzük, én direkt írtam, hogy hány oldal egy fejezet. Tehát ilyen 5 és 10 oldalas rövid fejezetek, nagyon jól felépítve, mindig várott, hogy na, mi lesz a következő. És mivel ez egy rövid szöveg, azért az látszik, hogy tehát nagyon kézbe van tartva az elbeszélés ütemezése. Tehát, hogy szerintem ez a része nagyon-nagyon jól megvan csinálva. Illet volna ennek konkrétan is utána néznem, de hogy ez a fejezetezés, ugye ez a korabeli regényekben, általánosságban és Jókainál különösen, nem tudom, hogy ebben az esetben konkrétan így voltál, hogy ez azért volt, mert ugye ezeket lapokban közölte a Jókai. Folytatásokban, ugye, igen. Folytatásokban, és hogy ott ugye megszabott terjedelem van gyakran, tehát hogy egy picit ezt úgy kell elképzelni a korabeli regényírást, mint a tévésorozatnak az epizódjait, tehát hogy és magát a regényt, meg a tévésorozatnak a darálását, tehát amikor ugye pontosan úgy a sorozatfogyasztók, hogy egybe letöltik az évadot, vagy akár az egész, én például az egész, én akkor kezdek el csak nézni egy sorozatot, hogyha megvan az egész. Gondolom, nem letöltött, hanem így nem letöltöm, hanem megvásárolom. Hát mások letöltik, de én nem. Tehát, hogy amikor ezt így egybe megnézi az ember az egész évadot. És hogy tulajdonképpen mondjuk azt ezzel az analógiával, hogy a regény az most már az inkább, vagy hogy mondjam, a film az inkább olyan, mint egy novella, és igazából a sorozat az, ami egy regény. De hogy ez igen. Média történetileg ez így született a regény is. Tehát hogy egy sorozat epizódokként. Itt nyitnék most egy mellékkérdés zárójelet, pedig ez az lenne, hogy te hogy olvast? Hogy szoktál olvasni? Tehát, hogy milyen pozícióban, mi a te rituáléd, és konkrétan erről a könyvnél ez hogy volt? Én szép irodalmat fekve olvasok, és egészen pontosan úgy, hogy ez ilyen nagyon fura lesz, vagy lehet, hogy mások is csinálják, én másoknál még nem láttam, hogy leteszem a földre magát a könyvet, és a fejemet pedig lelógatom az ágyról. Már sehogy máshogy nem kényelmes. Igen, tehát, hogy ez regényolvasásra igaz, a szakirodalmat nyilván ülve olvasok, mert ott jegyzetelni kell közben. Te? Én is szoktam így ágyban, van, amikor hanyat fekve, ezt a fejlelógatóst én is szoktam néha, van egy fotelem, ott is szoktam,
De most például ezt a regényt konkrétan nagy részben a Kerepesi temetőben olvastam, néhány lépésnyire a Jókai sírjától, és a Kerepesi temetőnek azon része, amiről nem is gondolnád, hogy az egy temető, mert egy ilyen olyan, mint egy kis ligetben lennél, és az nagyon érdekes volt így. Az első részét ott olvastam, a Jókai sírjától nem messze, és utána meg foglalt lett az a pad másnap, úgyhogy azt meg a Csontvári sírja mellett, az ott van, ahol a Munkácsinak a sírja, aki ismeri a temetőt, az pontosan tudja, az már a művész parcella, ott van néhány, tehát egy blokkal arrébb ott van ott van mondjuk a kertésznek, a Karinti, Kosztolányi, tehát hogy az a rész. De amúgy egy ilyen, azt hiszem, hogy egy 4-5 óra alatt el lehetett olvasni, tehát ha, igen, kifejezetten nagyon gyorsan ment. Jó, akkor szerintem, amit már így hosszabb ideje próbálunk, vagy érintettünk, ebbe kéne egy picit szerintem elmélyednünk, és ez a nyelvnek a kérdése. Tehát egyrészt magának a Jókai regényeknek általában a nyelve, itt most konkrétan ennek a szövegnek a nyelve, és harmadrészt, ami a mi szempontunkból most talán a legfontosabb, az, hogy a nyelv szerepe ebben a történetben, hogy melyikhez gondolná hozzászólni. Nagyon sokszor a nyelvtudás és a nyelvhez való viszony az konkrét konfliktusokat, vagy akár érdekes szituációkat tud teremteni. Például arra gondolok, hogy amikor az meg tud történni, hogy amikor az elbeszélő megérkezik Párizsba, fogadja őt ez a házaspár, akkor franciául beszélnek, föl nem merül, hogy más nyelven tegyék. Igen. És aztán emiatt is lesz az, hogy eszükbe nem jut, hogy akár ezek magyarok is lehetnek. Igen. Mert aztán utána lesz egy pillanat, amikor fordul a helyzet, és akkor meg átváltanak magyarra, és ez például meg fog lepődni a Jókai, meg fog lepődni a szövegnek az elbeszélője, hogy ez általa ilyen ridegnek tartott nő, hogy ez éppen ezt tud magyarul. Vagy lesz egy másik érdekes helyzet, amikor most nagyon előre szaladok, amikor megtudjuk a Dumány Kornélnak a meggazdagodásának a történetét, akkor ő ebbe a francia-porosz háborúban ott elmegy ilyen harcszintéri orvosnak, hogy és akkor ott rálő egy porosz... Sebesülteket visz. Tehát ő orvos a Dumány Kornél, majd erről is beszélünk. Remélem, hogy ezt fogjuk is, meg is fogjuk tenni, amikor azt mondjuk, hogy na, majd erről is beszélünk, és ez remélhetően fogjuk is erről beszélni. De hogy ő a harctéri sebesülteket ápolja, majd azt mindjárt elmondjuk ezt is, hogy miért akart ő oda menni, és ott egy porosz tiszt fegyvert fog rá, és azt mondja, hogy azonnal adja meg magát, és akkor franciául mondja a tiszt, ő válaszol németül, hogy gyere, idelőjél nekem testvérem, és akkor a tiszt azt mondja, mi van, te elszászni vagy, és akkor hagyja tovább menni. Tehát, hogy például ezek a nyelvi kis finomságok, ezek nagyon konfliktusokat, meg helyzeteket teremtenek, és sokszor érdekes módon játszik is ezzel, amikor például Siegfried, akit szerintem nagyon jól le lehetne írni, hogy ő ez a Halász Péternek az ősképe, a Halász Petárnak az ősképe, hogy ez a Schwindli, ez a Halász Péter... De ő azért több ennél, több, durvább, mint Halász Péter. De azt mondja, a Halász Péter szerethető, ez a Siegfried, ez a vérgeci. Tehát erre azt kell mondani, hogy ez a gátlástalanul kihasználja az embert, és... Na, hogy például nála ott a nyelvhasználat, az keveri a franciát, a németet, és hogy ez nagyon jól meg van csinálva. Igen, igen. Tehát, hogy gyakorlatilag neki nincs egy egységes identitása, mert amilyen nyelven eszébe jut valami, azon a nyelven beszél. És ez mondaton belül is váltogatja, és ez nem is nagyon lehet érteni, hogy mit mond. De hogy ennek ellenére persze olvasóként teljesen érted, hogy mit akar ő. De aztán még az jutott eszembe, hogy maga a Dumány, mint egy ilyen magyar név, és akkor ez angolul, hogy Dumeni, és akkor igen. Még akár úgy is lehetne ugye érteni, hogy Dumani. Igen, tehát, hogy aki pénzt csinál, tehát, hogy angolul az ő neve, az egy ilyen beszélő név, de sokszor tényleg ez a nyelvi kérdés, ugye tényleg ez a kisfiúnak, ami az egész sztorinak az elindítója, hogy ez amúgy ez, nem tudom, észrevette, de hogy ott már van egy ilyen
előre van jelezve egy ilyen prolepszisként, hogy a gyerek az valahogy tud majd magyarul, mert hogy így valahogy ránéz bizakodva, mikor magyarul szólal meg. Tehát, hogy Igen, és ilyen hiperprecízen ki van ez találva, ez a sztori. Igen. Most itt megmutatom neked, hogyha már egy szóba került, hogy ebben a, nem tudom, látod-e, hogy itt vannak megjelent külföldi kiadásoknak a borítói, és az angol kiadás, aminek az lett a címe, hogy Dr. Dumain's Wife, szóval, hogy Dr. Dumain felesége, vagy, avagy nincsen ördög. Tehát, aha, hogy itt például ezt emelik ki, ezt a nevet. Ez érdekes. Tök jó. Tehát, hogy van-e még valami mondani valónk a általában a jókai nyelvről? Vagy nem tudom, hogy kell-e általánosságban beszélni. Itt annyi van, hogy azért azt tényleg meg kell említeni, hogy rendben van, bizonyos szavakat nem értesz, bizonyos kifejezéseket nem tudsz. Ez mondjuk abszolút a korban ismertek voltak azok a jogi kifejezések, a latin kifejezések, igen, amelyeket mi már annyira nem ismerünk, de nagyon sok esetben, és ez jókaira általánosságban mégiscsak egy említést megtennék, hogy nagyon sokszor ezeket a nyelvi helyzeteket, amikor mi olvasóként nem értünk dolgokat, akkor ő azt a szereplőkkel sem értetteti meg. Tehát sokszor az, igen, van, igen, hogy mond a valamit, mondjuk... A sztori szerint sem lehet érteni. A sztori szerint sem lehet érteni, és ekkor az elbeszélő, mint hogy a segítségünkre siet, és azt mondja, hogy akkor az egyik szereplővel meg elmondatja, hogy az például mit jelent. Vannak olyan regények, amelyek, most nem biztos, hogy jól idézem, de a Lélekiroda idomárban is konkrétan ezzel játszik rá, hogy a lányok nem értenek jól latinul, és ezért a főszereplő miatt a főszereplő kioktatja őket, és ezzel mellékesen te, mint olvasó is megtudod. Tehát ez abszolút világos, benne van, így van, és van. Több helyen is van az, hogy nyelvi megértetést azt a szereplőkön keresztül teszi meg az elbeszélő, és ezáltal nem érzed didaktikusnak, legalábbis én nem érzem didaktikusnak, hanem így beleránt, és így mégy magával. Úgyhogy ez a része szerintem érdekes. Igen, és az meg, hogy tényleg ezek a régies múltalakok, meg ilyesmi, hát azt mondom, kettő társadalat lett. Föl se tűnt. Én nekem most föltűnt, mert régen olvastam ilyesmit, de 2 percig tűnt föl, és utána nem veszed észre, tehát, hogy, és lehet érteni, tehát, hogy ezt senki nem mondja, hogy eteté, hát az ilyen furcsa, de világos, hogy azt jelenti, hogy etette, és kész. Hát, és szóval, igen, hogy ezen teljesen nyilvánvaló, hogy ez a múlt idő, és vége is van. De nekem olyan volt, hogy elkezdtem olvasni, és olyan érzésem volt, hogy amikor így hallgatsz egy régi kazettát, ilyen régi zenét, régen hallgattál, és szeretted, és úgy eszedbe jut, nagy akkor, amikor hallgattad, akkor mi történt veled? Ugyanaz az élmény volt. És így előjöttek, és így hirtelen így megint elkezdtem tudni jókaiul. És hogy ez egy ilyen, annyira ilyen beavatottságérzés volt számomra, hogy így tényleg egyszerűen fizikálisan jól éreztem magam. De azért nyugtassuk meg az olvasót, hogy ez nem kell végigolvasni a teljes jókait, hanem ez gyakorlatilag a 20. oldalnál eljön ez az érzésed, hogy ez, vagy megérted, hogy ez hogy működik, ez nyilván addig ki kell tartani, de hát nagyon sok ilyen regény van, ami így az elején nehezen... Bátran lehet lapozni, meg ugrani. Egy-egy ilyen bekezdést az ember átugrik, akkor nem lesz világvége, és akkor lehet darálni. Jó, nézzük a sztorinak ezt a szétdaraboltságát, amiről szintén beszéltünk, és nekem az első jelenet az, ami nagyon kérdéses, vagy ez az első rész, ami ugye ezt a általad is említett vonat balesetet írja le, és hát egy egészen infernális jelenetben, ahogy ott belezuhan ez a vonat a szakadékba, majd a gőzmozdony felrobban, és de ott még ott az emberek a gyerekeiket vesztik el, a szerelmüket, még a haldoklók, még ott ilyen halálhörgés van, és akkor ők meg ott szaladgálnak tehetetlenül a
az egykori sínek mentén, és nem tudnak segíteni, és akkor a nász utas párból a férfi, aki leereszkedik, hogy együtt halljon meg a feleségével, és az egész ilyen rettenetes, szörnyű, infernális, és ennek ellenpontjaként ott van a csávó, akinek vigyázni, akinek valami jelzést kellett volna adni, hogy ez veszélyes ez a hely, meg a felesége, aki ebben a katasztrófa hangulatban fejli a kecskét, ami egy teljesen valószínűtlen jelenet, és ott van ez a csávó, aki meg azért aggódik, miközben ott százak halnak meg, vagy nem tudjuk, hogy járjon, de hogy tömegek halnak meg. Hogy ki fogják rúgni. Most hát elveszíti az állását. Igen, el fogja veszíteni az állását, pedig ő nem is hibás. És hogy igazából ennyi érdekli az egészből, hogy most akkor ő hibás-e vagy sem. Tehát, hogy ezt nem tudom nem öniróniának értékelni, őszintén szólva. Tehát, hogy ez annyira vicces, vagy annyira, tehát hogy ezt az egész katasztrófa jelenetet nem tudod már annyira komoly, és amúgy is annyira túl van. Ez pontosan olyan, mint a amerikai filmekben, amikor így lezuhan a szakadékba egy autó, és akkor így megpördül háromszor, és akkor így felrobban, és akkor így egymásra néz a két hős, és akkor így még az egész felrobban, és utána még a gyár, ami ott van mögötte, még az is, és akkor így minden tűzbe lángol, és amikor ez van, akkor még utána jön egy, mit tudom én, egy ilyen bombázó, és lebombázó. Igen, ez így benne van. Igen, és közben, mondom, ennek az ellenpontja, ez a csávó, aki beközben az állásáért aggódik, a felesége, aki feje a kecskéket, akkor eladja a kecskéit a valami angolnak, aki... Ja, és az angolra gondolja, hogy az meg nézi az óráját, hogy hát ebből mennyi lesz a késés. Mennyi lesz a késés, mindenki azon aggódik. Évszázad szerencsétlensége, és akkor nézi, hogy mennyi lesz a késés. Szóval, hogy ezek humorosak szerintem. Tehát, hogy tényleg az, hogy ilyen ez az infernális jelenet egy ilyen kacagtató izébe keretbe van rögtön foglalva. Ja, igen. Jó, nézzük akkor végig talán a szereplőinket, hogy ki milyen, ugye ezt a, talán kezdjük a Siegfrieddel, mert arról már beszéltünk valamit. Most ezen gondolkodtam amúgy, hogy te érezted-e, hogy valami köze volna Wagnerhez, vagy köze volna a... Én inkább szerintem ez egy ilyen kortünet, tehát hogy az a tipikusan ez a görény alak, ez a nem egyenes ember, aki mindig, tehát hogy aki mindig a mellékutat keresi, aki mindig ügyeskedni akar, aki a szemedbe mondja, hogy hát én vagyok a legnagyobb barátod, és közben meg tényleg ott szúr hátba, ahol csak tudod. És értelemszerűen itt azért idealizálva van, tehát éppen azért van ennyire súlyosan bemutatva a Siegfried, mert mellette a Dumány Kornél, aki egy, hát gyakorlatilag az ilyen prototípusa lesz a polgárosult életpályának, nemes. Tehát hogy ő az a, tessék? A polgárosult nemesnek. A polgárosult nemesnek, aki nem az apja útját választja, aki busong, és a mindenféle váltókat aláír, és gyakorlatilag elemészti magát a politikai szomorúságban, hogy ilyen hülye fejezem ki magam, hanem ő elmegy orvosnak, és ő Bécsben karriert csinál, és gyakorlatilag egy jól menő idegorvos lesz ráadásul. Úgyhogy... Igen. És akkor bécsi idegorvos az mindig vicces. Tehát, hogy így mindig tud az ember kapcsolódási pontokat találni, de hogy ez a Siegfried, ő lesz az, aki miatt ennek a Dumány Kornélnak mindenféleképpen el kell indulnia ezen a képviselő választáson. Mert hát, mert akkor itt előjön, hogy ez a Siegfried gyakorlatilag egy kerítőként fog megjelenni itt előttünk, mert van három női alak, és ez is milyen érdekes, hogy nem tudom, hanyatszor mondom, hogy érdekes, de hogy ez is tényleg jól meg van csinálva a szövegben, hogy még a főszereplő többször nem is találkozott személyesen ezekkel a nőkkel, akiket most még én sem árulok el, de hogy így már van valamilyen gondolatunk róla, ő gyakorlatilag még anélkül, hogy találkozott volna velük személyesen, már valami vonzalom alakul ki a Siegfried által emlegetett gróf kisasszonyok, vagy grófnők felé. Ez is
számomra szimpatikusan van megcsinálva. Van egy ilyen másik furcsa alak, aki egy másik prototipikus figura, ez a Diogenész bácsi, ugye ez az ő nagybátyja, hogyha jól rendi. Nagybátyja, igen. És hát ugye ő tulajdonképpen azért jön vissza Magyarországra, hogy hát először is, hogy őt kezelje, de kiderül, hogy őnek igazából nincsen túl nagy szüksége a kezelésre, mert olyan smucik, hogy ebből az jön ki, hogy rendkívüli egészséges életet él, és hát másodszorban pedig ugye azért, mert ráhagyja a vagyonát, ami egy jelentős vagyon. És hogy ez milyen figura, tehát hogy ez is nagyon viccesen van leírva, hogy nem költ semmire soha, hogy ilyen paranoiája van, fél, hogy elvesz. Igen, ez a, azt lehet mondani, hogy ez a szegény, tehát a szegény gazdagok, tehát hogy is van, tehát az a gazdag, aki úgy él, mint hogyha egy remete lenne, lehet, hogy jókai címekkel lehetne leírni az alakokat. Tehát ő az a típusú gazdag ember, aki azért, mert nem bízik meg senkiben, egy remete életmódot él, nem hajlandó megenni azt, amit a cselédje elé tesz, mert attól fél, hogy megmérgezik, ő maga megy el a kútra magának vízért, mert hogy attól fél, hogy megmérgezik, nem megy be a templomba, kerül mindenki. Fél a fertőzésre. Fél a fertőzéstől, igen, és közben meg kiderül, hogy hatalmas vagyont hagyott rá az ő apja, és hogy ezzel a vagyonnal bezárkózik egy kastélyba, és erre nagyon érdekes lesz, amikor a Kornél erre reagál is, amikor a Dumány elmondja, hogy hát neki is volt egy hete, ami sokkal többnek tűnt, hónapoknak tűnt, amikor kiderült, pont hogy élt. Ő pont úgy élt, és rájött arra, hogy ez mégsem lehet, és akkor a sztoriban ugye az van, hogy a hazahívja a nagybátyja, és akkor az orvosként ő figyelmezteti, hogy a nagybátyjának az a terve, hogy ő mostantól kezdve újra élni fogja az életét, megeszi a terhelő ételeket, bort fog inni, mulatni fog, élvezni fogja az életet, és akkor figyelmezteti a Kornél, hogy hát ezt ne tedd, mert hogyha ezen változtatsz ezen az életmódodon, akkor azonnal meg fogsz halni. És másfelől meg azt is mondja, hogy ismerem én annyira magam, hogy előbb-utóbb szerelmes leszek a szakásnémbe, és nem, és akkor hirtelen ráhagyom minden vagyonomat, de igen, kell azért igen. De ez inkább, hogy mégis ez, de inkább azért lesz jó példa, hogy az ellentéte lesz annak, hogy ennek a Dumánynak, ez a self-made mennek, azért ez egy kicsit ilyen idealizálja, hogy azt mondja, hogy na itt van egy ember, aki a saját gógyjával, a saját módján meggazdagodott, és hogy ő élvezi is az életet. És azt szerintem egy tök jó visszacsatolás, hogy hiába van vagyona, legalább boldog. Ez, és mint témájában is, hát milyen érdekes gazdag emberekről olvasni, tehát hogy azért ezt is bele lehet ipakolni a szövegbe. Világos, de ugye ez a Diogenész bácsi, ez éppen azért hagyja rá a vagyonát, mert hogy ő azt mondja, hogy ő az egyetlen, aki enélkül is boldogult. Tehát, hogy ez már amúgy valamiképpen a szintén egy ilyen előremutató az egész sztorinak, vagy valahogy a modellje ennek a sztorinak, nem? Tehát, hogy igen. Azért fogja ő megkapni a vagyont, mert nem átsingózott a vagyonra. Igen, és hogyha megnézed, ez talán az egész regénynek ugye az egyik ilyen fő motívuma, hogy minél inkább el akarod veszteni a vagyont, annál inkább igen. Gazdagabb leszel. Tehát, hogy nem azért, aki akarja, hanem éppen azért, aki nem. És akkor ugye ott vagyunk, hogy a Kornél megbukott, mint képviselő. Ennek, ha van egy olyan plusz mellékhatás is, egy kis zárójeles megjegyzés, ugye, hogy mindenféle idegenellenes hangulatok ütik fel a fejüket Bécsbe, és hogy ő a jól menő praxisába nem tud visszaülni, és ez is egy konfliktus lesz, hogy nem tud visszaülni, mert elpátolnak tőle a páciensei, mert mindenféle, hogy is mondjam, a magyarokat nem túl jó színben feltüntető propaganda éri a Bécsben élő külföldieket, és akkor mindig egy szöveg az mindig aktuális tud lenni, hogyha az ember nagyon akarja, és akkor otthon marad, remeteként él, és egyszer csak fölbukkan három lovas alak, és itt egy picit visszatudunk csatolni a Vinetuba, hogy megint azt történik, hogy mi, mint olvasó, pontosan tudjuk, aki az,
de azok a szerencsétlen szereplőknek fogalmuk sincs arról, hogy éppen miről van szó. És ugye ez egy nagyon-nagyon vicces jelenet, mert ugye ezek a lányok lefotózzák őt, és azt, illetve azt hitetik el vele, hogy azért fotózták le, mert azt hiszik, hogy kertész. De aztán, hogyha igen, így a végéről visszagondolsz, akkor sejtheted, hogy már hogy itt minden volt egy nagymesterterv, és minden, ami történik, az ennek a nagymestertervnek volt a része. De amikor olvasod, nem Loki alól áll, abszolút viccesnek nem, pontosan tűnik. Nem, pontosan és akkor ez úgy van felépítve, hogy ő annyira rosszul érezte magát, hogy még szakállat is növeszt, már el is hanyagolja magát, még jó, hogy nem csimbósodik a haja, kimegy úgy, ahogy van, tehát hogy itt ez föl van építve, és onnantól kezdve megjelenik ez a három gróf kisasszony, ez a három grófnő, akik amúgy tök fiatalok, szépek, az egyik fekete, a másik szőke, az ember el nem tudná képzelni, melyik Amazon testűvel, és melyik lenne neki az igazi, mindegyiknek megvan az erénye, mindegyiknek megvan a miért választaná őt a kedves elbeszélő, és lefényképezik, mert azt hiszik, hogy ő egy paraszt, és hogy az milyen vicces lesz. És utána ennek majd lesz egy még egy, tehát amikor ennek majd lesz folytatása ennek a kertészlegény szituációnak, mert megjelenik az Siegfried, és azt mondja, hogy hát nem olvastad a levelem? Hát hívtunk a kastélyba, hát az mégsem lehet, hogy te megbuktál, új választás lesz, és akkor mostantól új alapokra helyezzük ezt a kampányt, és nem akárki lesz a pártkasszának a vivője, ez a Vernőci Diadóra, a grófnő, és hát a Kornél kénytelen kelletlen el kell mennie. Lovagias kötelessége. Lovagias kötelessége, és itt tegyünk egy olyan kis kitérőt, hogy azért ezt önironikusan elmondja a Dumány Kornél, hogy amikor ő beleugrott ebbe a képviselőségbe, akkor mondták neki, hogy Pelikán elvtárs, mi majd mindent intézünk maga helyett, csak legyen ott, az a igen, lényeg. Pénzzel nem kell foglalkozni, igen, azt mi intézzük, a pártkasszából intézzük. Igen. És hát a Dumány azt végül nem tudja, vagy legalábbis csak később fog kiderülni, hogy hát ez a pártkassza az azt jelenti, hogy ő magának kell majd ezeket a költségeket állnia. Tehát olyan nincs, hogy a pártkasszából finanszírozzuk a kampányt. És van még egy érdekes megjegyzés, amikor azt mondja, hogy hát az micsoda a választási csalás, amikor kitatják az embereket a szavazatért, viszont hogyha az emberek elmennek, és ők fizetnek egy jelképes összeget a fogadósnak, hogy ott jól legyenek olcsón, és ugyanak, hát az már olcsón, az már, hogy is mondjam, a kampánynak világos, a része világos, is egy. Tehát, hogy és ezeket is nagyon precízen, nagyon igen, pontosan igen, leírja Jókai, és hogy ez engem mindig is sokkolt, hogy így, szóval azt gondolná, hogy ennek már rég, ami most látsz sokszor a politikában, hogy ez egy ilyen új valami dolog, nem, de hát nem, úgy tűnik, hogy azért ez nem annyira. Kidolgozott rendszerek ezek. Azon gondolkodtam, hogy talán a másik ilyen főirány, az pedig az lenne, hogy ki az, akinek hihetsz. Tehát, hogy ott van ez a szerencsétlen figura, aki nincs beágyazva ott abban a társadalmi közegben, ő ugye Bécsben orvos, tök más közegben él, marha régen elment onnan, és egyszerűen az az alap szituáció, hogy nem lehet tudni, hogy ki az, akiben megbízhat. Ugye, hogy és ez is tök jól meg van csinálva, hogy a Diogenész bácsinak az volt a nézője, hogy senkiben nem szabad megbízni, de rájön arra, hogy ha senkiben nem fog bízni, akkor egy hét után ő lesz maga Diogenész bácsi. És ezért úgy dönt valamiképpen, hogy mégiscsak valakiben meg kell bízni, és hát persze rossz lóra tesz, és mindig rossz lóra tesz tulajdonképpen, de hogy valahogy a sztori meg mindig úgy alakul, és ugye ez innen a cím, hogy nincsen ördög, hogy mégiscsak jól alakul. Tehát, és ezen gondolkodtam végig, hogy miért van ennek a fickónak ekkora szerencséje, és hogy vagy nem tudom, hogy neked van-e erre megoldásod, de hogy én valahogy mert hogy mindenki ki akarja játszani őt, mindenki át akarja verni, őt mindenki ki akarja használni valamiképpen. És hogy mi az, ami, és ő megfelelően hülye ehhez, úgy látszik, tehát, hogy őt mindig sikerül is átverni. És hogy miért ússza meg mégis? És hogy azért, mert... Na, mondjad. Igen. Ja, kíváncsi vagyok. Tehát szerintem azért, mert hogy... Tehát én mindig azt gondolom, hogy tehát ő tipikusan az az
az a figura, aki te is szeretnél lenni. Tehát, hogy te is azt szeretnéd, hogy így meggazdagodjál. Te is azt szeretnéd, hogy neked legyenek elveid. Te is azt szeretnéd, hogy értsél dolgokhoz. Te is azt szeretnéd, és nyilván ez egy idealizált karakter, de ugye szerintem így ilyen olvasóként mindig az lesz benned, hogy így elkezdesz szorítani neki, és értelemszerűen azért kell neki, azért lesz szerencséje, mert hogy valahogy ő az, és ezt lehet egy kicsit didaktikusnak is lehet érezni, hogy itt ugye azért szerepelő, hogy ő kitart az elvei mellett. Na, így van. És emiatt kitart az elvei mellett, és egyszer emiatt fogja ő elnyerni a jutalmát. De ez annyira finoman és szépen van megírva, hogy is mondjam, ízlésesen, hogy ez nem lesz bántó, és nagyon tudsz vele azonosulni, és hogy ez biztos, hogy kortalanná teszi, mert ez bármikor olvasod ezt a regényt, az 1891-től 2021-ig terjedő időszakban, mindig fogsz találni egy olyan pillanatot, amikor te is szeretnéd ezeket a dolgokat így megélni, hogy te, amit gondolsz a világról, akkor azt szerint cselekedj, így van, és azt szerint így menjél van, előre, és hogy ezt kap biztos, és szerintem emiatt van az, hogy így szeretnéd, hogy neked is szerencséd legyen az életben, hogy te is pénzes legyél. De nem is azt szeretnéd, hogy szerintem nem is annyira a pénz itt a mozgatórugó, hanem hogy valahogy azt mondja, hogy ő mindig az elvei mentén cselekszik, és mindig jó szándék vezéli. Tehát ő soha nem igen, akar akkor átverni. Is, hogy ez megfizet. Ő az egy, aki soha nem akar átverni senkit. Még amikor őt akarják átverni, akkor is mindig arra appellálnak, hogy ő egy rendes fickó, és ő úgy fog cselekedni, ahogy azt helyesnek érzi. És hogy mindig ilyen szituációkba hozzák, hogy egyszerűen olyan erkölcsi döntések elé állítják, amelyben ő, mint rendes ember, mint korrekt úriember, ő helyesen fog cselekedni, és ezért válik irtózatosan kiszámíthatóvá a dolog, tehát vagy már mint ő. Tehát, hogy a személy ezért tudják őt mindig átverni, és ezért lehet ezt az egész nagy mesterterven, ami rettetesen bonyolult, nagyon sok fordulat van benne, és mindig újabb és újabb, mondjad. Az vagy nem, elkezdett szakadni a net. Aha. Úgyhogy nagyon félek attól, hogy... Már elmúlt, nekem kiírta, ne aggódj. Ja jó, kiírta. Aha. Nagyon lelassultál, meg felgyorsultál, remélem, hogy ez a hang, ez jó lesz. Igen, nálam jó. Akkor meg ez vicces lesz majd a... Majd te fogod vágni, úgyhogy okay. Megszokni fogsz okay. Vele. Jó, tehát, hogy... tehát, hogy ez az egész nagyon bonyolult mesterterv, ez azért lesz véghez vihető, mert ő egy kiszámíthatóan rendes fickó, és pontosan ezt fordítják mindig ellene. És hogy ez a része, ez még így tök logikus, vagy ez még így oké, hogy valahogy az van mondva a regényben, hogy hosszú távon megtérül az, hogy te rendes vagy, meg az elveidet követed, és azért van megjutalmazva ez a figura, mert az elveit követte, meg mert korrekt volt. Van viszont ugye az a jelenet, vagy az a pillanat, amikor ő bántani akarja tulajdonképpen a feleségét, amikor direkt rosszat akar, és ez a el akarja tőzsdézni tulajdonképpen a vagyonát. Azt akarja, hogy egész életébe szenvedjen miatta. És hogy ez is jóra fordul. Na ez már viszont azért egy radikálisabb megoldás, nem? Tehát, hogy... Te most itt arra gondolsz, hogy ez az idealizált figura, ez most kap egy olyan kis vajszínű árnyalatot, hogy azért mégsem azért a tökély pontosan, maga. Hát sőt. És ezáltal lesz még hitelesebb. És igen, de és egyet is értesz vele, nem? Tehát, hogy őt behúzzák tulajdonképpen egy olyan házasságba. Akkor azt mondd el. Igen, őt behúzzák, az az egész barátkozás, az egész választás, úgy tűnik, hogy minden azért volt, hogy őt behúzzák egy olyan házasságba, amiben a menyasszonynak, vagy a jövendőbelének gyereke lesz. Tehát, hogy valaki mástól. És hogy igazából neki a nevére van szükségük. Tehát az, hát hogy meg arra, hogy ne szólják meg ne az szólják emberek, meg. Ugye ez egy, ez a 9 hónapra. Pontosan kijöjjön a baba 9 hónapra, így van, és hogy legyen egy apja a gyereknek, ugye ez a korban egy különösen egy ilyen főnemesi családnál azt gondolja az ember, hogy ez egy
Ez egy különös, társadalmilag különösen megvetett tevékenység, ez amúgy más jókai regényekben is fölvetődik. Na most, hogy ezt úgy tudják elérni, hogy mindig arra játszanak, hogy ő korrekt lesz, és hogy ő lovagiasan fog cselekedni, ő erkölcsösen fog cselekedni. Na most, és van egy pont, amikor ez kiderül az ő számára, ez konkrétan a nász éjszaka, amikor ez kiderül, hogy őt nem szereti a felesége, ő csak azért ment hozzá, mert gyereket vár valakitől. Mondjad. És akkor megint ott vagyunk, hogy ahhoz, hogy ezt a jelenetet teljes egészében megértsük, ehhez egy másik történetet is meg kell értenünk, amelyet korábban a Cornél az elmesélt a két gróf kisasszonynak, a Flammának és a Cerninek, vagy Klárának, mégpedig az egy azért történet, hogy röviden, hogy egy barátom története, hogy teljesen véletlenül elmesél egy olyan történetet, mint egy saját maga előre beletrafál, hogy mi vár rá. A röviden arról szól a történet, hogy van egy katonatiszt, aki végigharcolja a szabadságharcot, és el kell nyilván menekülnie a hazájából, és Angliába köt ki, ahol egy angol, nagyon gazdag nemes asszony nőt elvesz feleségül, és hát azt gondolná az ember, hogy innentől kezdve happy end, és azt is így megtudjuk, mint egy mellékesen, hogy ez a barátja, ez ki van tiltva Franciaországban, majd amikor megtörténik az eskü, akkor a felesége közli, hogy hát akkor én mostantól kezdve elmegyek Franciaországba, és akkor a férj mondja, de hát én onnan ki vagyok tiltva, halálos ítélet van a fejemen, stb. És akkor mondja azt, hogy hát ott hagyta mindenféle vagyon nélkül, egy cent nélkül, és szerencsétlen ember egész életében ennek a következményének lett az áldozata, mert hogy azóta lett volna egy másik nő, akit szívesen elvett volna a feleségül, de nem tudta, és itt nyilván a házasság intézményének azért sokkal nagyobb a tétje abban az időben. Igen. És hogy ezt így megismerteti ezt a sztorit velünk olvasókkal, de el is mondja azoknak, akik kvázi őt át fogják verni. Tehát, hogy hogy ez egy lehetséges. Sőt, hát annak kapcsán nem véletlen meséli el Sanya, hanem annak kapcsán meséli el, hogy rá akarják venni, hogy kérje meg az idősebb grófnőt. Pontosan. És ő nem akarja, mondja, hogy az nem jó dolog. Ez, van egy ilyen hasonlata, hogy mint amikor a madár nekirepül a világító toronynak, és hogy egyszerűen túl nagy a társadalmi különbség, és ez nem lehetséges, hogy őt szeressék ilyen társadalmi különbséggel, hanem annak csak valami más oka kell, hogy legyen. És ezért ő nem megy ebbe bele. Ebből is látszik, hogy milyen jól csatlakoznak egymáshoz a könyvek, és hogy még annyit akartam mondani ehhez, hogy amikor lényegében azt mondhatjuk, hogy a megbukott képviselő választás után, amikor elindul a második, tehát még egyszer nekiveselkedik a képviselőségnek, akkor lényegében már ő egy ilyen cselszövésnek a kellős közepében van, és mint egy pók így szövik körülött a dolgokat, és hogy mindig újabb és újabb fordulat lesz, és mielőtt a nász éjszakát bemondanánk, akkor még van egy nagyon erős jelenet, amikor kiderül, hogy a Siegfried elúságolja neki, vagy hát abban kéri az ő segítségét, hogy a Siegfried azt mondja, ezt utólag megtudjuk, hogy azt hazudja, hogy ő el akarja venni feleségül a Cennit, ezt a másik gróf kisasszonyt, akiről kiderült, hogy ez nem is gróf kisasszony, csak a Diadora grófnőnek az ilyen lánya. Nem, és hogy színésznőnek a barátnője. Barátnőnek a lánya, és hogy a Siegfried el akarja venni feleségül, és hogy a kis vadászlakban majd ott lenne meg ez az esküvő, és akkor egy miközben teniszeznek ez az úri társaság, a Flamma és a Cornél éppen rózsákat ojtanak, és akkor így a beszélgetés közben a Flamma felvilágosítja, hogy nagyon vigyázzon, mert Siegfried ez egy átverés, és csak meg akarják tréfálni. Ugratni akarják. Ezt a szót használja, mert a regény zárlatában máshogy fog ugratni ez a Siegfried. Igen, és ott van az, hogy, és amit az előbb is beszéltünk arról, hogy pontosan tudjuk, hogy ezek férj és feleség lesznek, vagy lehet, hogy akkor én abszolút nem tudtam, hogy ki,
hogy ki lesz az. Ja, akkor lehet, hogy mert én már nem, tudtam, nem hogy lehetett a szövegből, nem lehetett rájönni, ja, hogy ki. Akkor én amúgy az idősebb tudni. Grófnőre tippeltem. Ja, és akkor arra játszik rá végig a szöveg, és még itt jön be egy érdekes dolog, hogy ennek azért lehet ezt a cselszövést, ezt a titkos esküvőt összehozni, mert hogy ennek a Diadóra grófnőnek migrémes rohamai vannak, vagy ilyen, igen, migrénes rohamai, és hogy amikor ez van, akkor senkit nem tűn meg maga mellett, és ekkor lehet elmenekülni, és azért lesz érdekes majd az a helyzet, hogy a Diadóra grófnőnek mindenféle migrénes rohamai vannak, és a Dumány Kornélnak, mint orvos kell szerepelnie. De hogy az a lényeg, hogy a Flamma ebben a rózsaojtási szituációban ő elárulja, hogy ez a Siegfried által megrendezendő esküvő, ez egy átverés, hogy ez csak egy megjátszott, ez egy színlelés lesz. És a Kornél ezt konstatálja, meg is örül ennek az információnak, és folyamatosan van egy hezitáció benne, hogy van ez a három nő, és így hirtelen nem tud eldönteni, hogy akkor ő melyikhez akarna vonzódni, de az biztos, hogy a Cerny az kiesik, de hogy megmarad a Diadóra és a Flamma, és hogy ő is úgy érzett, hogy hezitál, hogy akkor ki lesz majd a befutó. És majd aztán egy újabb fordulat is lesz, amikor meg a Klára tűnik, vagy ez a Cerny tűnik igazából őszintének, és az derül ki, hogy ő volt az őszinte. Igen, egyedül. Tehát, hogy mind a három nő az valamiért szerelmes belé, az idősebb grófnő azért, mert orvost lát benne, vagy nem tudom, a Flamma azt tudjuk, hogy miért, tehát, hogy az ő szerelme az megjátszott volt, és kiderül, hogy aki érdek nélkül szerelmes volt belé ténylegesen, az véhetőleg ez a Klára. De oké, én teljesen nem? Úgy olvastam, de lehet, hogy már tudtam, hogy a Flamma azért titokban szerelmes belé. Tehát, hogy tehát ott van arra utalás, hogy ott elhitették velem, hogy ez csak a pénzért akarja. Tehát ott van egy ilyen pici fordulat, igen, és igen, akkor igen. Egy picit most a szabadba vágtam az előbb, már jó régen, tehát ott vagyunk, hogy végül a Kornél a Flammát választja, és el is veszi feleségül, és nász éjszaka. Jönne a nász éjszaka, és akkor átadom a szót. Hát igen, hát most ezt tulajdonképpen már elmondtam, hogy akkor derül ki, hogy ez az egész egy nagy trükk volt, hogy ez az egész egy nagy összeesküvés volt, és tökéletesen ki tudták számítani az összes reakcióját, és minden egyes csavar az csak azt szolgálta, hogy a Flammában meglegyen a bizalma, mert igazából őt kellett férhez adni, mert ő van abban az állapotban, hogy neki félre és van ezt szüksége. Igen, félre van szüksége, mert hogy a Siegfried megcsinálta, de hogy a Siegfried azért nem tudta elvenni, mert Afrikában álltunk, van egy felesége. Tehát ez is annyira jellemző, hogy van egy Afrikában egy felesége, és hogy ezért nem tudja. Igen, és hogy ugye még van egy ilyen fontos jelen, hát, hogy visszakérdez a Flamma, hogy és van-e még ehhez valami kérdés, vagy föltenne még egy kérdést, és erre azt mondja, hogy nem, mert győz benne a büszkeség, és azt mondja, hogy húzod innen, tűnés innen, és hát ott mondta volna el ugye azt, hogy valójában őt megerőszakolták. Elcsábította. Hát nem elcsábította, hanem valami altatót kevert. Igen, hanem konkrétan ez amit a diszkóban. Ja, a partidrog, amiről persze előtte beszélgettek, hogy miért kell vigyázni a rózsabogarakkal, mert hogy abból ilyen mérget lehet készíteni. Mérgező anyagok vannak benne. Bocsánat, muszáj megjegyeznem itt, hogy, és most itt vagyunk, hogy ez egy nem is tudom hány fejezetes regény. Annyi fordulat van benne, hogy nagyon nehéz úgy elmesélni, hogy ha bizonyos részleteket kihagysz, akkor érzed meg, hogy ez az építmény annyira sok apró pici kockából épül föl, mert hogyha egyet nem említünk most meg, akkor így, akkor olyan, mint hogy összedőlne az egész. Nem lehet már érteni az egészet. Na jó, de hát olvassák el a nyájas hallgatóink. Így van, csak úgy lehet ezt a maga teljességében megérteni. Ami nekem így nagyon izgalmas volt, hogy ez valójában nagyon sokrétű építmény. Van benne egy horror sztori. Van ennek a horror sztorinak egy paródiája. Van benne egy magyar választójogi rendszernek egy ilyen
picit grot, nem is picit, nagyon groteszk kritikája, van benne egy ilyen sikersztori, van benne egy háborús történet, tőzsde, van benne orvosi, tehát hogy az egész ilyen mind ebbe a pici kis regénybe van legalább 5-6 különböző hát regiszter, most az irodalmi, a szónak az irodalmi értelmébe vett regiszter, tehát hogy ami máshogy szól, és ezek vannak mesterien egymásba fűzve, tök szórakoztató az egész, tök izgalmas, és az egész közben egy krimi is, hogyha úgy veszed, egy nyomozás, miért viselkedik ilyen furcsán a gyerekével ez a nő, honnan lett ez a dumány, hogy került oda. Az egész valamiképpen egy detektív regénybe oltott horror story paródia, romantikus, igen, társadalom kritika, így van, kalandregény, egy nagyon pici kis szövegben, és minden egymásra van építve, minden összefügg mindennel. Én nagyon örülök, hogy ezt ajánlottad, Sanya, mert tényleg kifejezetten jó olvasmány volt. Én meg annak örülök, hogy pontot kevertél le, amikor én elkezdtem volna lelőni a spoilert és a poénokat elmondani, de nagyon örülök, hogy és rájöttem, hogy igen, itt kell megállnunk ennél a nász éjszakánál, és akkor onnantól kezdve lesz izgalmas ahol egy újabb történet indul, ezt be is jelenti amúgy, nem tudom, figyelted a dumány, mint második számú elbeszélünk, hogy és nyájas olvasó azt hinnéd, hogy itt van vége a regénynek, de valójában csak most kezdődik, és akkor azon gondolkodsz, hogy mi a jó francot lehet ezen még izé tekerni, és kiderül, hogy bőven lehet. Úgy döntöttem, hogy lehet, hogy ez már nem is polcban találtam rovat lesz, hanem szakirodalom rovat. Már nem múltkor is ezt csináltam, de ez most tényleg nagyon fontos. Hansági Ágnesnek a Tárca regény nyilvánosság című könyvét ajánlom az olvasóknak, mégpedig azért, mert ez pillanatnyilag a legmodernebb és legizgalmasabb jókai szakirodalom, és iszonyúan olvasmányos, tehát nagyon, tehát hogy annak ellenére, hogy ilyen szakszöveg, nagyon jól érthető, és egy csomó olyan dolgot vesz figyelembe itt Hansági Ágnes, amit hagyományosan nem szoktak a jókai kapcsán emlegetni, ami azt mutatja, hogy jókai mennyire modern, ami megmutatja azt a mediális környezetet, amiben ezek a szövegek születtek, megmutatja azt, hogy mi az, ami igazán világhírűvé teszi a jókait ebben a korban. Tehát, hogyha meg akarjuk érteni, hogy miért fontos az, hogy a jókait akármelyik szövegével, most nem biztos, hogy feltétlenül azokkal a szövegeivel kell benne tartani a középiskolai oktatásban, amik most vannak, de hogy jókainak szerepelnie kell a középiskolai kánonban, azt ebből a könyvből nagyon-nagyon prímán meg lehet érteni. Úgyhogy ez az én polcomon találtam könyvem. Jó, nagyon jó, hogy mondtad, ezt majd be is fogjuk linkelni majd ezt a könyvet. Én is jókaihoz kapcsolódót hoztam, de ezt a polcomon találtam. Először ezt csak így mutatom neked, ez nem eredeti, de hogy nekem a jókai kapcsolatom az még az egyetemmel azért kapcsolódik, mert én volt egy idő, amikor azt gondoltam, hogy én majd régi magyar irodalommal fogok foglalkozni, azon belül is textológiával. Igen, így volt. És a Bene Sándor tanárunk, most úgy látszik, a Károly is tanárokat most így megemlegetjük, hogy a Bene Sándorral volt egy ilyen szövegkiadási műhelyünk, ahol egy Oktatás jó emlékedése című szöveget, egy Zrínyi Miklósnak tulajdonított szöveget, ez egy ilyen politikai publicisztikával foglalkozó, ez ilyen irat, ami nagyon érdekes módon és kalandos módon ez felbukkant nem csak Zrínyi korában, de a Rákóczi Szabadságharc kapcsán is, és utána megjelent a Hon című lapban, ami Jókainak volt a lapja, és hogy én heteket töltöttem azzal, hogy ebben a Hon című lapban a Széchenyi könyvtárnak a
a mikrofilm olvasójában ezt olvastam, ezt a lapot, és így ki vannak így másolva az oldalak. Hát most nyilván most mutatok neked egy oldalt, abban semmi izgalmas nincs. De hogy amit én hoztam, könyv, ez a Jókai album nevű könyv. Na, tök jó. Ez a Pesti Naplónak a ilyen díszkiadása, csak próbálom neked így mutatni, mert nyilván a hallgatók, már lehet, hogy ebből is csinálunk egy videót, ezt nem tudom, hogy látod, de csak úgy így. Uh-huh. Igen. Ez egy ilyen nagyon érdekes, szép könyvtárgy, így azért most azért hosszan nem is akarok róla beszélni, és még én még egy dolgot mondanék így a Jókai kapcsán, hogy szerintem a lehető legjobb dolog, amit tehetünk Jókaival, az, hogy olvassuk, és ez legyen bármelyik regénye, és én azt gondolom, hogy akit érdekel, ez egy ilyen beavató könyvnek szerintem nagyon jó, a Nincsen ördög, és lehet, hogy nem tudtam jól megfogalmazni az elején, hogy miért ezt választottam, de remélem, hogy ez az adás majd így választad mindannyiunknak, hogy ezt érdemes azért elolvasni. Én biztos vagyok benne. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Következő epizódunkban Kondor Vilmosnak a Budapest Noir című szövegét fogjuk olvasni. Várjuk Önöket vissza, én Mészáros Márton vagyok. Én pedig Neszlás Sándor.